Kedves nézőink, 70 évvel ezelőtt indult útnak az első zsidó deportáltakat szállító vonat Auschwitzba. Ennek az évfordulónak a kapcsán láthattak-hallhattak előadást a Szabadidőközpontban az érdeklődők. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Az utolsó ember című filmben Mario Ador, Lion Titanbaum szerepében, aki megjárta Auschwitz megpróbáltatásait, a következőt mondja. Ha felejtünk, akkor senki sem tartozik nekünk, és mi sem tartozunk senkinek, semmivel. Aztán úgy hozza a sors, hogy mégis emlékeznie kell emberekre, eseményekre. Végül is gyerekkori álmai közt hal meg, békességben. Felejteni akart, de nem tudott. Nekünk viszont nem szabad felejteni. Emlékezni kell arra, hogy az emberiség legsötétebb korszakában, Európában 6 millió, Magyarországon 600 ezer, Ajkán pedig 49 zsidó embernek, köztük 10 kisgyermeknek kellett meghalnia a náci gázkamráiban. Helyi kiválóságaink közül Brody Imre, a fizikus feltaláló, a kriptongázas villanyégő kifejlesztőjét 1944. december 20-án a Mühldorfi lágerban SS katonák halálra vertek egy olyan helyiségben, amelyet a kriptonlámpa a fényen világított meg. Tisztelt emlékező! Nem elég emlékezni, tenni is kell azért, hogy a múlt a sötét eseményei ne ismétlődjenek meg. Napjainkban is terjed az antiszemitizmus, újra teret engedtek a fasiszta eszméknek. A budapesti szabadságtéri emlékmű felépítése, meggyalázása annak a szomorú eseménynek, amelyet holokauszt néven emlegett a történelem. Sajnos kevesen tiltakoznak a felállítása ellen, mindig csak ugyanazok, és kevesen vannak azok is, akik felemelnék a szavukat más antiszemita próbálkozások ellen. Hihetetlen alacsony szintű a magyar szolidaritás, és mi ezt nem hagyhatjuk annyiban. Harcoljunk a legnagyobb ellenség, a közöny ellen. Bátran emeljük fel szavunkat minden verbális és tetleges antiszemita megnyilvánulás ellen. De legfőképpen ne féljünk. Tisztelettel hajtsuk meg fejünket az elpusztított, megalázott embertársaink emléke előtt. Nyugodjanak békében. Kisgyerekként anyám kezét fogva megrettettem, mi történik itt. Aztán elhangzott a szigorú parancs. Férfiak jobbra a strand felé, nők balra a húsgyár felé, gyerekek középen a várkert felé. Minden három út a vasútállomáshoz vezetett, de azért terelték külön őket, mert mindenkit külön vagonba tettek. Tudták ezt az anyukák, akik görcsösen fogták kisgyermekük kezét, de a puskatussal vadó utaütés megtette hatását. De az apukák is tudták, el nem akarván engedni gyerekük kezét, de kardlap hüvelyének csapásával ez is bekiúsult. Sírás, rivás, jajveszékelés, borzasztó látvány elkísér engem, és mindenkit, akik látták ezt a jelenetet életünk végéig. Nem lehet felejteni. Aztán múltak az évek. Pápai jóismerőseim javaslataikra elmentünk családunkmal a haláltáborba, Auschwitzbe. Még a rendszerváltozás előtt Kanadában élő unokatestvérem jó voltában. Már az elején meglepetés ért bennünket, gyermekeinket nem vihettük be magunkkal. De aztán a furcsának tartott helyzetet megértettük, hogy olyan rettenetes látványban volt részünk, hogy ezt nem szabadott, hogy ők is lássák. Aztán jött az este, a vacsora elmaradt, éjszaka nem aludtunk egy szemúnyás sem, és a reggel is jött le. Már átléptük a határt, amikor egy kicsit felúcsúttunk a szörnyűség hatása alól. Zárszóként. Soha többé holokauszt, soha többé ilyen gyalázatot. Köszönöm, hogy szót kaptam, köszönöm, hogy meghallgattam. Shalom.
A holokauszt lezajlása óta már két generáció felnőtt, illetve több emberöltő eltelt. A legtöbbeknek ez már csak történelem, mint mondjuk a 48-as szabadságharc is történelem, és így emlékeznek rá, ha emlékeznek. Mi adja mégis az apropóját annak, hogy újra és újra beszélni kell róla? Ugye 1944-ben pontosan a mai nap éjszakáján indult el az első olyan deportáló szerelvény, amely Magyarországról, az akkori határok körötti Magyarországról indult, és követte még 146 szerelvény, mindössze két hónap alatt, és ennek a folyamatnak a során 437.402 honfitársunkat hurcolták el Auschwitz-Birkenau gázkamráival, és többek között az ajkai zsidóságot is. Ez 70 esztendeje történt, és ugye a 70 az egy nagyon fontos évforduló, ha elég csak a Szentírásra gondolni, amely ugye a 70-et, mint nagyon fontos jubileumi évet említi, és tulajdonképpen ez mindig a szembenézésnek, az emlékezésnek volt az éve, amikor rendezni kellett a felgyülemlett adósságokat, és ezeket, ahogy mondja az írás, hogy szabadságot hirdetve a földön elengedni. És tulajdonképpen ez adja az apropóját az idei megemlékezés sorozatnak Magyarország szerte, hogy éppen ideje lenne, hogy a helyi társadalmak, a települések, az adott régiók, és persze természetesen Magyarország és a magyar állam is szembenézzen azzal a felelősséggel, amely őt terheli a 70 évvel ezelőtt saját állampolgárai ellen, honfitársaink ellen elkövetett gyilkosságokért. Ahogy ön mondta, rendeznék az adósságokat. Vannak ezek szerint még adósságok? Az elmúlt 70 évben nem került rendezésre minden ezzel kapcsolatban? Ugye elkezdődött egy folyamat, különösen a rendszerváltozást követően, amely a történet feltárását, egyrészt a dokumentumok összegyűjtését, a szemtanúk, még élő holokauszt túlélők emlékezéseit kezdték el gyűjteni. Tehát elkezdődött egy ilyesfajta szembenézés. Arról most külön nem beszélnék, hogy az áldozatok és az ő leszármazottaik kárpótlása anyagi szinten például egyáltalán nem történt meg, vagy csak nagyon részlegesen, legalábbis a magyar állam részéről, és emellett ugye a magyar társadalomban látszik, hogy ma is nagyon erősen hangznak olyan eszmék és olyan gondolatok, hogy ez nem történt meg, nem volt ilyen, és a holokauszt nem valóság. Ezek ugye egy valamire irányulhatnak, hogy az ilyen jelszavakat hangoztatók újra el akarják ezt követni a magyar társadalom egy bizonyos részével szemben. Azért az meglepő számomra mindig is meglepő volt, hogy történelmileg dokumentált, hiteles felvételek, iratok és sok minden tanúsítja a holokauszt meglétét. Akik tagadják, mire alapozzák, az, hogy nem volt. Tehát az, ami rendelkezésünkre áll jelenleg, azt hiszem, hogy az 100%-ig bizonyítja, hogy volt. Abszolút mértékben bizonyítva van a holokauszt ténye, akár európai, akár magyarországi szinten is. Ráadásul a bizonyítékok túlnyomó többsége, ahogy ön is említette, dokumentumok, fényképek nem is az áldozatoktól, hanem az elkövetőktől származik, tehát a különböző hivataloktól, katonai szervektől, csendőrségi szervektől, polgármesteri hivatalok, megyei levéltárak archívumából, vagy éppen a náci dokumentumokat őrző németországi levéltárakban megtaláljuk azokat a dokumentumokat, amelyek az elkövetők részéről bizonyítják a tényeket. Hogy miért képesek mégis ma emberek ezt tagadni, ez egy nagyon banálist választ tudok erre adni, mégpedig azt, hogy ők maguk egyáltalán nem kívánnak ezzel szembenézni, mert ugyanis Auschwitz és a holokauszt ténye az bizonyította be, hogy nem mondhatunk antiszemita, rasszista szavakat, jelszavakat, nem bélyegezhetünk meg és rekeszthetünk ki különböző csoportokat az adott társadalmakból, mert így kezdődött akkor is ez a történet, és a vége lett a tömeggyilkosság. Ma azért tagadják a holokauszt tagadók ezeket a történelmi tényeket, mert úgy gondolják, hogy ha sikerül elhitetniük a magyar társadalommal vagy az emberiséggel, hogy nem volt holokauszt, akkor újra lehet rasszistának lenni, újra lehet antiszemitának lenni. Ahogyan Kertész Imre, aki maga is túlélő és Nobel-díjas magyar író, mondta egyszer, aki Auschwitz előtt zsidózott és antiszemita volt, az látens gyilkos volt, tehát belül rejtett
rejtett módon volt gyilkos, aki Auschwitz óta, holokauszt óta antiszemita és rasszista, az pedig manifest gyilkos, tehát ugyanolyan, mint akik elkövették volna. Sőt, az én véleményem, és talán ezzel nem állok egyedül, az, hogy sokkal rosszabb, aki ma antiszemita és rasszista, mint a voltak a holokauszt idején élő emberek, hiszen annak idején még a rasszisták, antiszemiták sem tudták, hogy ennek a vége a tömeggyilkosság lesz és a népirtás. Ma viszont ezt tudjuk, ahogy a dokumentumokról beszélgettünk az imént. És ezek ismeretében antiszemitának, rasszistának lenni sokkal súlyosabb bűn, mint az akkor élő embereké. Amivel viszont nem lehet egyetérteni, én úgy vélem, az a kollektív bűnösség elve, hogy annak idején a Benes dekrétumok nagy felháborodást keltettek nálunk Magyarországon joggal, amikor a magyar népet kollektív elítélték. Nos, azt gondolom, hogy a holokausztban a magyar társadalom, a magyar állam egy része valóban bűnös volt, de nem lehet elítélni a teljes magyar társadalmat. Senki nem teszi meg ennek az emléknapnak, vagy egyáltalán a holokausztról való beszédnek a kapcsán sem azt, hogy a magyar társadalom egészét elítélje, de nyilvánvalóan azzal szembe kell néznünk, és ez lesz a mai előadásomnak is a fő témája, hogy volt magyar kollaboráció az állam legfelső vezetésétől egészen a legalsóbb hivatalnokokig, sőt sajnálatos módon a helyi lakosság egy részét is érdekeltté tették maguk a tudatosan gyilkolni vágyó antiszemita politikusok érdekeltté tették abban a haszonszerzés és az elhurcolt zsidók vagyonának szétosztása vagy rablás engedélyezése kapcsán érdekelté és sajnos bűntársát cinkossá tették a magyar társadalom túlnyomó többségét. Ez nem jelenti azt, hogy ma nekünk lehajtott fejjel kell járnunk és bűnös nemzetként kell magunkra gondolni, hanem pontosan ahogy a bevezető gondolatban mondtam, itt az alkalom a 70. évforduló során, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat, beszéljünk egyenesen róla, világos beszédeket, és ekkor én úgy gondolom, hogy el tud jönni egy felszabadulás a magyar társadalomban ez alól.